Az egyenlegközlőket a napokban küldi meg az adózók részére a hivatal. A gyakorlat szerint több mint 50 ezeren kapnak levelet az esedékes adókról, amit a bevallás napjáig, szeptember 15-ig be is kell fizetni. A határidőig pótlékmentesen. Iparűzési adóból a második fél évben majdnem 2,5 milliárd forintra számít az önkormányzat költségvetése, az építményadóból pedig 1 milliárd forint kerül a központi számlára. Nyíregyháza 2010 év óta se új adónemet, se adómértéket nem növelt. Itt viszont változást valóban mondani kell, az építményadó növekményről kell számot adni. Nyilvánvalóan új adóalanyok is jelentek meg ebben a körben, ezt büszkén valljuk és vállaljuk, illetve hát, hogy van egy komoly ellenőrzés is, ami pontosan azért volt szükséges, mert ebben az egy adónemben láttuk azt, hogy nagyon sokan eltérnek az adófizetési kötelezettségüktől. A gépkocsi tulajdonosok 60%-a már márciusban egész évre előre befizette a gépjármű adót. Az önkéntes teljesítéssel egyre kevesebb a probléma, mondta el az osztályvezető. Az adózók nagy része időben eleget tesz kötelezettségeinek. Nyíregyháza minden évben tud erősödni, tette hozzá dr. Polgári András. Ebben az évben összesen 9,3 milliárd forintra számít az önkormányzat az adóbevételekből. A hátralék kezelésnél az osztály igyekszik méltányos eljárni. Nyíregyházán köszönhetően az idei jó turisztikai szezonnak, programkavalkádnak sokan szálltak meg a megyeszékhelyen. Ez látszik az idegenforgalmi adóbefizetésekből is. Rengetegen voltak, teltházak voltak. Azt is el kell mondanom, hogy ellenőrzésekre is szükség volt. Még mindig próbálnak a magánszállás helyekkel úgy játszadozni egyen-ketten, hogy a kerüljék az adófizetést, de én úgy gondolom, hogy ez utolérhető. Most már egyre hatékonyabbak vagyunk, és tényleg azt kell mondani, hogy a bevételeink pedig kimagaslóak ebben az adónemben is. Hozzuk a terveinket, ez több mint 60 millió forint lesz december 31-ig. A polgármesteri hivatal ügyfélcentrumában a 29-30-31-es ablaknál intézhetik majd ügyeiket az adózók, illetve telefonon és e-mailen keresztül is választ kapnak a főbb kérdéseikre. Szeptember 15-én pedig hosszított nyitvatartással reggel 8 és este 8 között várják az ügyfeleket.